Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Csenger, Fehérgyarmat és Baktaló Rendháza után Kemecsén is elkészült a tanúszoda. Már elsőre teljesíteni akarja a VB szintet a gyalogró Hellebrand Máté. Diátadógálát rendezett a Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége. Jó úton halad Nyírvátorban a férfi kézilabda utánpótlás bázisának építése. Tanúszodát adtak át Kemecsén, a létesítményt a nagyközönség mellett a város és a környező települések diákjai használják majd. Nagyon fontos volt, hogy az országba ugye elindíthattunk 2014-ben egy olyan fejlesztési programot, amely azt eredményezi, hogy mindenhol, minden járásban legyen megfelelő vízfelület a gyermekeknek, hogy megtanuljanak úszni. Ez nagyon fontos, hiszen alapsportág. Tényleg, hogyha a biztonságra gondolunk minden családban, hogyha születik egy gyermek, az az első, hogy igen, meg kell tanítani úszni. És ezt a terhet úgymond le is vesszük a szülőkről, és ez volt a cél, hogy az óvodásokat, iskolásokat ingyenesen megtaníthassuk úszni, és ehhez bizony feltételeket kell megteremteni. Így Kemecsén is most átadásra került egy gyönyörű, szép sportúszoda. Azért mondom, hogy nem tanúszoda, hiszen ebben van egy 6 pályás, 25 méteres medence, és egy 10 méteres és 6 méter széles tanmedence, ami tényleg azt szolgálja ki, hogy meg tudnak tanulni a gyermekek úszni, és azt követően délutáni foglalkozásban, vagy akár versenyszerűen is tehetségeket felismerve, délután jöhetnek akár edzésre is. Úgyhogy kiszolgálja teljesen a szabadidősportot, az élsportot, az utánpótlás nevelést, és azt a célunkat, hogy minden gyermek tanuljon megúszni. Úgyhogy ezért volt nagyon fontos, hogy elindulhatott ez a program. Most már az második ütemben tartunk, tehát folyamatosak a fejlesztések. Első ütemben 25, második ütemben 26 tanmedencés létesítményt adunk át, ami tényleg azt fogja erősíteni, hogy ne legyen Magyarországon olyan járás, amelyben a gyermekek azért nem tudnak megtanulni úszni, mert nincs vízfelületük. Az úszodák adottak, a gyerekek adottak, van-e elég szakképzett edző, aki megtanítja őket úszni? Nagyon fontos, hiszen az, hogy van egy sportlétesítmény, az még nem garancia arra, hogy meg is tudnak tanulni a gyermekek. A Magyar Úszó Szövetséggel nagyon szorosan együttműködünk, ugye a képzési rendszerekben, testnevelési egyetem segítségével is, hogy testnevelő tanárokat képzünk át, pont azért, hogy megfelelő tudást tudjanak biztosítani a gyermekek részére. És ez azért is fontos, hiszen mindig is nagyon sikeres volt az úszó sportágunk, hogyha az elmúlt évszázadot nézzük, akkor folyamatosan minden olimpián voltak érmeink, bajnokaink, amit szeretnénk a későbbiekben is. És bizony kisebb településekről is jönnek a legleg tehetségeink, pont a megnyitó alkalmával és az ünnepség alkalmával soroltam az olimpiai bajnokokat, hogy ki honnan származik, milyen kisebb településekből, és hogyha megfelelő szakember van egy helyen, akkor biztos, hogy az utánpótlás nevelés is nagyon-nagyon erős lesz. Arról lehet-e már valamit tudni, hogy a megyében mely települések reménykedhetnek abba, hogy beláthat, hogy önbelül náluk is lesz úszoda? Folyamatban vannak a fejlesztések, ahol nincs, a harmadik ütemben már tervezzük, úgyhogy nagyon örültem, hogy a megyében már többet át tudtunk adni, de ugyanez az egész országra jellemző módon ugye jönnek és átadásra kerülnek a sportuszodák, és ezen kívül is, hogyha valahol nincs és igény van rá, akkor viszont hozzuk az újabb és újabb létesítményeket. Már az első adandó alkalommal a magyar bajnokságon teljesíteni akarja a katari világbajnokság kiküldetési szintjét Hellebrand Máté, a nyíregyházi gyalogló portugáliai edzőtáborokkal hangolt az év versenyeire. Az edzéseken lévő részidők alapján nagyon jól állunk. Hát ez majd a versenyen fog kiderülni, hogy aznap milyen napot fogok ki, illetve hát ugye a tavalyi Berlin Európa bajnokságon megtanultam, hogy a szerencsés közrejátszik, de egyébként a felkészülésem nagyon jól halad. Most túl vagyunk egy 3-hetes portugáliai edzőtáboron, ami nagyon-nagyon jól sikerült, olyannyira jól, hogy úgy döntöttünk az edzőmmel, Pokranszki Józseffel, hogy jövő szerdán visszautazunk, és még 2,5 hetet ott fogunk készülni.
mivel március 24-én lesz egy elég fontos verseny Szlovákiában, ahol már lehet teljesíteni majd az idei világbajnokságra, illetve a jövő évi olimpiára a kvalifikációs szintet, és hát ezt szeretnénk minél hamarabb már ezen a versenyen teljesíteni, hogy onnantól kezdve már nyugodtan készülhessünk ezekre a főversenyekre. Hogy néz ki egy portugáliai nap, vagy egy portugáliai hét a gyaloglás mellett, van idő, vagy egyáltalán van-e kedved még valamihez? Sajnos már az edzések mellett másra nincs idő. Ez tényleg csak arról szól, hogy edzünk. Tökéletes körülmények vannak kint, szóval maga a szálloda, az étkezés, a pálya, az időjárás, tényleg minden tökéletes. Ezt ki is használtuk, volt olyan nap, hogy hármat edzettünk, illetve egy 180 km-es hátrányos túl vagyunk, és hát ez kell ahhoz, hogy a márciusi versenyen csúcsformában legyek. Azt viszont nem kockáztathatjuk meg, hogy itthon ugye elég szélsőséges időjárás van, lehet, hogy most jó idő van, de lehet, hogy jó héten már hó fog esni, ami nekünk eléggé akadályozná a felkészülésünket. Mennyi a szintidő és okozhat-e problémát az teljesítése? A tavalyhoz képest 7 percet erősödtek a szintek, ami azt jelenti, hogy tavaly még 4 óra 6 perc volt a szint, idén viszont már 3 óra 59. Viszont nekem ez kötelezőnek kell lenni, szóval az én egyéni csúcsom ettől 15 perccel jobb. Szóval bízunk benne, hogy ezt könnyen meg fogom ugrani. Viszont egy 4 órás versenyről van szó, és elég sok minden közbe jöhet. Ezért is szeretnék minél jobb formában lenni, hogy semmi ne jöjjön közbe. Vegyük úgy, hogy teljesült a szintidő, hogyan néz ki majd a további versenyprogramot, hiszen a világbajnokság most, ha megszokhatnál, később szeptember végén lesz. Így van, elég fura szezon lesz ez, hiszen ilyen hosszú éven még nem is volt, sőt, hát ez szerintem egy atlétának sem, mert ilyen még nem fordult elő, hogy szeptember végén legyen egy főverseny. Szerintem még az áprilisi országos bajnokságra rendesen fel fogunk készülni, és utána lesz szerintem egy kisebb pihenőm, hogy onnantól kezdve kezdjünk majd el felkészülni a szeptember végi világbajnokságra. De hát ezt még Józsi Bábisát kell beszélnünk, illetve szerintem még egy-két orvossal is, meg edzőkkel kell majd konzultálni, hogy ki mit gondol erről, mert ez tényleg egy elég szokatlan szituáció lesz. Nem csak a szeptember régi időpont a szokatlan, hanem az is, hogy általában a gyalogló versenyeket a hajnali órákban szokták indítani, most pedig éjfél előtt indultok majd a nagy hőség miatt, hiszen Katarban lesz a VB. Így van, hát emiatt meg még fontosabb lesz orvosokkal konzultálni, hogy ki mit gondol arról, hogy tényleg éjfélkor fogunk elrajtolni, és hát hajnal 4-ig fogunk versenyezni, amikor én általában már 9 órakor alszom. Szóval hát ez elég fura lesz, de hát majd minden véleményt meghallgatunk, és szerintem még egy-két versenyzőtársammal is fogok erről beszélni, hogy ki mit gondol erről. Hát addig még törni fogjuk ezen a fejünket, hogy legyen erre az aklimatizálódás. Ma már, ha valaki a sportban komoly eredményt akar elérni, elengedhetett egy csapat legyen mögötte, és a csapatban legyenek támogatók is. Egy újabb támogató bővült Helepnek Máté csapat, miért döntöttek pont a gyalogló támogatása mellett? Több oka is van ennek. Én a Mátének a pályafutását gyakorlatilag már évek óta követtem, hiszen az apukájához, a családjához ugye engem baráti szálak fűznek. Nem magánemberként semmiképpen nem tudtam volna ezt megtenni, szurkoltam értem, megpróbáltam volna, nem is nagyon látogattam, hiszen nagyon sokat kell ma egy vállalkozásba dolgozni, de amikor a vállalkozás elindult és látszódott, hogy szépen fejlődik, akkor úgy gondoltam, hogy pontosan egy ilyen tehetséget nem szabad elveszni olyan sportágon belül, ami azért nem egy szokványos sportág, hanem éppen egy rendkívül, és én úgy gondoltam, hogy miért ne Nyíregyházáról kerüljenek ki, vagy kerüljön ki az a fiatal ember, az a fiatal sportoló, aki egy bizonyos fajta támogatásokkal, együtt a stábbal, hiszen tényleg úgy van, hogy mint ahogy az én munkámban is, nem az látszik, amit én végzek el, hanem összesülnek a munkáinak kell, hogy eredmény szüljenek. Itt gyakorlatilag ugyanaz van, kell, hogy egy nagyon jó tehetséges ember, hogy ezt én úgy gondolom, hogy a Máté, meg nyilván kell hozzá az, akik ezeket tudják, hiszen pénz nélkül ma már tényleg semmit nem lehet, és ezek szükségesek. Ezekhez szükségesek a támogatások, és én úgy gondoltam, hogy a Máté az pontosan az a kategória számomra, hogy én magam is szeretek olyat csinálni, ami nem mindennapos, ami egy picikét más. Hát szerintem az ő sportja egy picikét más, és azért is támogatnám őt.
13. alkalommal rendezett díjátadó gálát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége. A rendezvényen sportolók, edzők és felkészítő tanáraik teljesítményét ismerték el. Jó a közösség, jó az egész dolognak, az egész gálának a sportolók, a sportvezetők, az edzők, a vezetőknek a közös energiája. Mindig azt érzem, hogy itt valódi közösség van, valódi sportközösség van, és a fogyatékosok sportját azt olyan megtisztelés és megtiszteltetés veszi körül, ami példaadó az egész országban. Úgyhogy örömmel jövök mindig Nyíregyházára, és örömmel veszek részt a megyei gálán, mindig nagy öröm meg a legjobbak közül a legjobbakat díjazni, és ez idén sem volt másképp, úgyhogy ha megtisztelnek a szervezők azzal, hogy jövőre meghívnak, akkor jövőre is itt leszek. A reflektorfényből a legtöbb ugye az élsportra, sportolókra esik. Milyen helyzetben van Magyarországon per pillanat a parasport, a fogyatékos sportja? Én úgy érzem, de hát döntsék el a nézők maguk is, hogy szerintem javul a helyzet évről évre, napról napra, hónapról hónapra. Egyre többen vannak, vagyunk, akik nem dugják a homokba a fejüket akkor, amikor fogyatékosokról beszélünk, hogy fogyatékosokat látunk, vagy fogyatékosokkal szeretnénk foglalkozni, vagy segíteni nekik. És ez a fogyatékos sportra is igaz. Hogy mondjam példaként az év sportolója gálát, ami most lesz majd néhány nap múlva, ahol a fogyatékos sportolók pontosan ugyanolyan megbecsülésnek és ugyanolyan díjaknak örülhetnek, mint az épp sportolók. Szerintem ez így helyes, így normális, így természetes, nem volt ez mindig így. Tehát ez egy siker, ez egy eredmény, amit közösen értünk el, és nem utolsó sorban azért érték el a parasportolók és a fogyatékos sportolók, mert az eredményeik méltóvá tették erre. Milyen lehetőségek, milyen potenciál van még ebben az ágazatban? Óriási lehetőség. A világban a fogyatékos sport egy hatalmas robbanásban van. Egyre több ország az, amely képes a fogyatékos sportolóit a lehető legmagasabb nemzetközi szintre eljutni. Gondoljanak bele, 162 ország vett részt a Riói Paralimpián legutóbb, és közülük 81 országból dobogós helyezés volt, tehát érmes helyezés volt. Ez azt jelenti, hogy nagyon széles ma már az országoknak azon köre, amely képesek a legmagasabb szintre juttatni a sportolókat. Ebben hatalmas potenciál van, pénz is van benne, odafigyelés, társadalmi szolidaritás, integráció. Én azt hiszem, hogy amikor ha a fogyatékos sportba fektetünk pénzt, energiát, figyelmet, akkor azt a kisebbségi társadalom, a fogyatékosok kisebbségi társadalma mellett a többségi társadalom számára is kamatozni fog. Olimpia előtti évben vagyunk, azt már számolgatják sokan, hogy hány év magyar versenyző lehet ott Tokióban az évek között, de mi a kalkuláció, számogatják-e, hogy mennyien lehetnek ott a paralimpián? Rióban a legutóbbi paralimpián 43 magyar versenyző vett részt, a csúcs, az eddigi legtöbb, a Sydneyben volt, ott 53-an voltunk. Nekem az a tervem, az a célom, és ezt mondtam a munkatársaimnak, vagy ez az elvárás a munkatársaim és a szövetségi kapitányok felé is, hogy minden idők legnagyobb csapatát kell összehoznunk, vagyis legalább 53 fővel szeretnénk részt venni a tokiói paralimpián. Szorgosan zajlik a kvótagyűjtés, vagy a kvóták felé haladás. Az idei évben szerintem 30-35 kvótánk szinte bizonyos meg lesz, és akkor a 2020-as évnek az eleje az, amikor a többit össze kell gyűjteni, ugye a paralimpiára majd 2020. augusztus végén, szeptember elején kerül sor. A tavalyi év jól indult számodra egy világkupa érem, mert aztán nem túl jól fejeződött a versenyszezon, egy ebén elszenvedett sérülése, úgyhogy adódik az első kérdés, most hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, szerencsére a sérülés nem okozott olyan nagy problémát, tehát most már úgy mondhatom, hogy 100%-osan készülök a következő versenyemre. Hogy néz ki a 2019-es esztendő? Lesznek bőven világkupák, készülünk a versenyekre 100%-os erőbedobással, ugyanis már beszámít ez bőven a paralimpiai pontszámításba, tehát minél jobb eredmény elérése a cél számomra. 6-7 világkupa lesz, és egy világbajnokság is lesz idén. Hol állsz most a világranglista, és mi szükséges ahhoz, hogy ott lesz vagy Tokióban? Most jelenleg mind a két versenyszámban egész jól állok a világranglistán, 10. és 9. hely, párbaj, törés, karban. Reméljük, hogy kijutok, az a célom. Nagyon nehéz, nagyon erős a mezőny, de minden erőmmel azon vagyunk, hogy kijussak. A felkészülés körülményeit tekintve összehasonlításban hogy állsz a külföldi riválisokkal? Nem igazán voltam még külföldi ilyen edzőtermekbe. Szerintem nincsen semmi különösebb elmaradásunk. Ami kell az edzéshez, az megvan, tehát tudunk edzeni.
Nyírbátorban másfél évvel ezelőtt helyezték új lapokra a férfi kézlabda működtetését. A Nyírbátori Sport és Utánpótlás Nevelő Kft. Célja a bázis bővítése, hosszú távon pedig szeretnének kialakítani egy saját nevelésű játékosokra épülő feljutás esélyes csapatot. Ott tart az építkezésünk, hogy a kezdeti két csapathoz képest ma már 6 csapattal rendelkezünk. Ezek azt a célt szolgálják, hogy az utánpótlást próbáljuk meg kiépíteni, és ez hosszú távon eredményt fog hozni. Azóta megalakítottuk az U11-es csapatot, az U14-es csapatot, van serdülő csapatunk, ifjúsági csapatunk, van felnőtt csapatunk természetesen, és elindítottuk a megyei felnőtt bajnokságban, Nyírbátor 2, NBSC 2 néven a megyei felnőtt bajnokságban azt a csapatot, akik gyakorlatilag csak nyírbátori fiatalokból állnak, akik az MB2-ben még kispadosok, illetve epizód szerepet kapnak, ott teljes mérkőzéseket felnőtt közegben játszhatnak. A fiatalokat nem csak más sportágak, hanem más dolgok is elvonhatják, illetve csábíthatják. Mennyire volt nehéz másfél év alatt felépíteni ezt a jelenlegi piramist? Nagyon nehéz volt, és jelenleg is építkezünk, mert jövőre még szeretnénk több utánpótlás csapatot is indítani, de ez a mai kornak a velejárója sajnos, ez nem csak a mi sportágunkban, minden sportágban a kollégákkal beszélgetve tapasztaljuk, hogy elvonja a fiatalokat sok egyéb területre. Az életben jelentkező azok a dolgok, amik jellemzik a fiatalokat. A játékosok mellett edzőkre is, termekre is szükség van ezen a téren, hogy állnak Nyírbátorban? A tárgyi és személyi feltételek teljes egészében biztosítva vannak. Törekszünk arra, hogy ugye helyben az oktatási centrum csarnokában egy hosszabb távú szerződést, bérleti szerződést kötöttünk, ami után remélhetőleg majd a saját újonnan fölépülő csarnokunkba fogunk átköltözni. Ez a tárgyi feltételekről, ez kiválóan működik, tehát ezzel probléma nem volt. Itt edzünk, itt játsszák a csapataink a mérkőzéseket, a személyi feltételek pedig jelen pillanatban helyi kötődésű volt játékosokkal oldjuk meg, akik edzik ezeket a csapatokat. A kirakat csapata az MB2-es felnőtt együttes, ugye 50%-os mérleggel zárta a csapat az ősz, mennyire vagytok elégedettek ezzel a teljesítménnyel? Ha azt veszük alapul, hogy tavaly a körülmények nagyon-nagyon szerencsés alakulása folytán, az utolsó pillanatban léptünk fel a dobogó második fokára, azért tettünk érte, mert hát azért oda el kellett jutni. Ahhoz képest, hogyha így nézzük 50%, de hogyha pont arányban nézzük, akkor a dobogón harmadik helyen lévő csapathoz 3 ponttal vagyunk csak lemaradva, a negyedik csapathoz 2 ponttal. Általában remélem, hogy a szokásunkat az idén is megtartjuk, mi szerint a tavasz sokkal jobban szokott sikerülni, mint az ősz a csapat számára. Ez így volt tavaly is, remélem az idén is így lesz. Visszatérve az építkezésre, egy út elején vagy közepén jártok, mi a végcél? Az út elején járunk, mert azért másfél év telt el, és ez még ugyancsak az út eleje. Közben még hadd mondjam el azt, hogyha ránézünk a 18-19 tagú felnőtt keretre, akkor szembeötlő, hogy már 9 saját kötődésű nyírbátori játékos alkotja a keretet, keretben 9 fő, aki helyi kötődésű. A végcél az a minél jobb szereplés, ez mondjuk így általánosan hangzik, de mindig a dobogót. Egyébként erre a bajnokságra az első 5 helyezés a kitűzött cél, de hát természetesen mindig a jobbra törekszik az ember, és hogyha hosszú távon akarjuk ezt a dolgot megtárgyalni, akkor egy osztállyal magasabb a cél. Ami, hogyha megvalósul az új csarnokunk, akkor az egy szép ajándék lenne, szép csarnokavató lenne, hogyha újra NB1-s lenne Nyírbátor. Ami a célunk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.